Nagy tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, a következő percekben az orosz-ukrán háborúról, illetve külpolitikai hírekről fogom kérdezni Stil Gábor, -t, külpolitikai újságírót, a moszkvatér.com alapítóját. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, és üdvözlöm a nézőket. Az első hírünk az, hogy Orbán Viktor Kínában találkozik először az ukrajnai háború kezdete óta Vladimir Putinnal. Ez az egyövezet egyút fórumon fog majd megtörténni. Mielőtt egy kicsit elemezzük azt, hogy való, vajon miről beszélhetnek majd, és mekkora a jelentőség ennek a találkozónak, előtte hadd kérdezzem azt, hogy az egyövezet egy út kezdeményezés úgy egyáltalán mit is takar. Maga a találkozó az egyövezet Egyút, tehát lánykori nevén az új Sejemút meghirdetésének tizedik évfordulóján kerül sor, tehát alkalmából kerül sor, tehát eznek kapcsán utazik el Vladimir Putyin is. Itt azért megjegyezném, hogy Putyin sem utazik mostanában sok helyre, de Kínába megy, mehet, és megy Orbán Viktor is. Tehát az, hogy, hogy mit jelent, vagy miért, kezd, mi ez a kezdeményezés, ez egy gazdasági csomagolásba bele bele tuszkolt geopolitikai kezdeményezés Kína részéről, mint, mint azért tudjuk, Kína a geopolitikai terjeszkedését, befolyásnövelését hagyományosan nem katonai úton, hanem elsősorban gazdasági úton éri el, és reméljük, hogy ez a jövőben is inkább így marad. Tehát ez a, a, a régi sejemutak fölélesztése, ez, ez egyértelműen mondom geopolitikai projekt, de nagyon-nagyon fontos nem csak a csomagolás, hanem nagyon fontos ebben a kínai gondolkodásban az, hogy, hogy gazdasági, gazdasági alapú, tehát az, hogy a kínai áruk a világba eljussanak így, tehát szárazföldi úton, tengeri sejemúton, és, és viszont is... Már ami, ami, amire Kínának szükség van. Tehát ez egy, egy, egy alapvetően gazdasági, de nagyon erősen geopolitikai fel, felhangú projekt. Ez a Budapest-Belgrád vasútvonal, ami a hallgatóinknak is ismerősen csenghet, ez is ennek a része. Azt hallottam egyébként, vagy hát a magyar médiában meg is jelent, hogy a finanszírozása, a kínai finanszírozása megszűnt ennek a vasútvonalnak, és hát most elég bizonytalan, hogy meg tud-e épülni, vagy legalábbis arra az időpontra, amire számítottak megépüle, mert hogy nem tudnak a kínai vállalkozók olyan vasút, tehát az uniós szabályoknak megfelelő vasúti rendszereket szállítani. Ön hogy lát Ja, mi lesz ezzel? Két dolgot kell ehhez tudni. Tehát az egyik az, hogy a kínai befektetések azok olyanok, hogy hogy ők a saját munkaerőt is viszik oda. Ez az egyik, nem csak pénzt adnak, bocsánat, pénzt nem adnak, hitelt adnak. Ez ebben az esetben is így történt, és a kínai vállalkozók is megjelentek. Ez, ez nem jó hír olyan szempontból, hogy rengeteg pénz és plusz még politikai tőke is benne van ebben a projektben, és az, hogy a kínaiak ezt nem tudják megoldani, hát öm, úgy gondolom, hogy tudni kellett volna az elején is, hogy körülbelül milyen európai sztenderdeknek kell megfelelni. Tehát ez nem jó. Én úgy gondolom, hogy, hogy meg fogják azért oldani. Ha nem is kínaiak, akkor, akkor be kell vonni más halvállalkozókat, európaiakat, akik, akik ezt... Meg tudják oldani, hiszen ez fontos Kínának is, fontos Magyarországnak is, és, és hát nem lehet ezt félbehagyni már. Tehát sem politikai érteleme, sem gazdasági racionalitása nincsen annak, hogy hogy mostani állapotban az most fogjuk és, elej, és elengedjük ezt a projektet. Mert hogy miért fontos, tehát hogy még miért, miért a Sejem része, hogy az egy jövezett egy útnak a része az, Kína a, például a pireuszi kikötőt, meg hát a világban több helyen is kikötőket megvásárolt, vagy hitel, hitel, vagy adósság nem fizetése cserében az ő kezébe került. Különböző módok vannak erre, meg példák vannak erre. Tehát az, hogyha bejönnek a, az áruk pireuszba, onnan el kell juttatni még Európa közepébe, és a a Belgrád-Budapest vasút is ennek a, a, egyik része. És ami egyébként hozadéka a export-importon kívül az, hogy, hogy azért ez az ez, ez infrastruktúrális fejlesztés, tehát ezt a Belgrád-Budapest vasútvonalat sem Szerbia, sem Magyarország valószínűleg nem tudta volna finanszírozni a fölújítását. Tehát itt azért nem csak áruk, hanem, hanem személyek is mozognak. És én úgy gondolom, hogy a, a vasút a jövő egyik. A jelennek is kéne lenni, de a, itt ebben a térségben, mintha nem ezt látnám. Tehát pontosan azért, amit mondtam, a pénztelenség miatt, a szemlélet miatt. Tehát a jövő egyik közlekedési eszköze, és nem csak a személyszállításban, hanem az áruszállításban is, itt környezetvédelmi és szempontokat a figyelembe veszünk, és gazdaságosági szempontokat is. Tehát ezt a, én úgy gondolom, hogy ezt a projektet nem fogja elengedni egyik fél sem. A, a, a paksi blokkok építéséhez tudnám hasonlítani. Tehát itt is egy magyar-orosz projektről van szó, és hogyha valamiféle probléma van politikai vagy, vagy műszaki, itt adott esetben műszaki nem volt, mert Oroszország mindent meg tud oldani, de ha politikai, akkor szépen bevesznek más beszállítókat, például franciákat, amerikaiakat, németeket, most ők éppen ebből kiléptek. Tehát azért, hogy maga az egész, az menni tudjon tovább. Én úgy gondolom, hogy így lesz a, a Belgrád-Budapest vasútvonallal is, mert, mert tényleg félúton nem lehet megállni. És ezért is fontos Orbán Viktor látogatása, mert a legfelsőbb szinten itt nem csak a Putyin, Vladimir Putyinnal lehetséges tárgyalásokról van szó, hanem Xi is, tehát a kínai vezetőkkel, mert, mert ez olyan probléma, amit, amit a legfelsőbb szinten is úgy gondolom, hogy, valamiféle megoldás, vagy irányt kell adni, hogy hogyan tovább, és akkor onnan már a megoldáshoz már alsóbb szinteken folyni fog. A politikai információi szerint ugye Orbán Viktor lesz az egyetlen uniós vezető, aki részt vesz ezen a találkozón, és hát biztos, hogy ön is találkozott ezekkel a hangokkal, főleg az utóbbi időben, hogy Orbán Viktort Tolják így keletre, most kommunikációs szinten mondom, akár a hazai baloldali ellenzék, akár az uniónak a vezetői elő szeretettel szokták Putyin, Erdogan, Jinping és Orbán Viktor. Nem tudom, hány ilyen könyvet láttam magyar könyvesboltban is, hogy a diktátorok sora és Orbán Viktor is rajta szerepel. Mit szól ehhez egyébként? Hát ez egy olyan nemzeti érdek, amikor van választás, lehet itt egy vezetőnek most ha így fogom moralizálni, hogy akkor most találkozok-e akár Putyinnal, akár nem, hiszen hát Oroszországnak ő az elnöke. Nagyon jól tudjuk, hogy az említett politikusok, Xi Jinping, Putyin, vagy éppen Erdogán, milyen rendszer élén állnak. Tehát, hogy, hogy egy inkább autoriter, vagy autoriter rendszerekről van szó. Ugyanakkor, hát azért megkérdezném, hogy az Egyesült Államok tárgyalhat velük. Mások tárgyalhatnak velük, a kisállamok nem tárgyalhatnak velük. Ez az első, ami eszembe jut erről. A másik az, hogy tőlem nem a kínai vonalon, de az orosz vonalon nagyon sokszor megkérdezik, hogy persze, hogy Orbán Viktor az az orosz barát, meg minden, meg ugyanaz a kettő, hogy nem, nem. Orbán Viktor vagy a magyar kormány nem orosz barát, nem kína barát, nem török barát, hanem magyar barát. Tehát a magyar érdekekből indul ki. És ezek szigorúan pragmatikus érdekek. Ezek az érdekek, és ebben, ebben folyamatoság van már hosszú idő óta a keleti nyitás. A keleti nyitás nem csak Oroszországról szólt, hanem Kínáról, az arab világról, tehát keletről széles értelemben. Magyarország ezzel bővíteni igyekszik gazdasági és politikai értelemben is, de mindenek előtt, gazdasági értelemben a mozgásterét. Ez abszolút magyar érdek. Nézzük meg, hogy, hogy mi történt az elmúlt négy évben, három-négy évben durván a világban. Tehát, hogy, hogy a pandémiával kezdődően az ukrán-orosz háborúig, és most már egyéb háborúkról is beszéltünk, tehát, hogy hogy az ilyen helyzetben különösen ki, ki meg, megvilágosodik az, hogy, hogy több lábon kell állni. Nem lehet csak egyfelé elkötelezettnek lenni. Politikai értelemben világos, hogy Magyarország, az Európai Unió, a NATO, tehát a nyugati blokk tagja. Ezt senki nem kérdőjelezte meg. Tehát mondjanak nekem olyan kijelentést, amikor magyar felsővezető ezt megkérdőjelezte volna. Nem nem tudok róla. Ugyanakkor az, hogy, hogy mi kivel tárgyalunk, hangsúlyozom, itt nem politikai tárgyalásokról van szó, hanem gazdasági alapú, tehát pragmatikus, a magyar érdekeket, értekekből kiinduló, magyar érdekeket követő tárgyalássorozatról, vagy különböző tárgyalásokról, Magyarország biztonságát, energiabiztonságát garantáló tárgyalásokról. És, és itt nem kell arra gondolni, hogy, hogy ezzel bármiféle politikai berendezkedést ö, támogatna vagy nem támogatna az adott vezető, adott esetben Orbán Viktor, magyar miniszterelnök. Tehát itt pragmatizmus, pragmatizmusról van szó, és akkor hozzáteszem, hogy a, az orosz barátsággal nem vádolható Lengyelország is kereskedett, az egész, meg kereskedik is Oroszországgal nagyobb mértékben, mint, mint Magyarország. Vagy sok bírálat érte a türk a kapcsolatunkat, közép országokkal, mert hogy autoriter berendezkedések, rendszerekről van szó. Csehország és mondjuk Kazasztán, vegyük, vegyük az egyik országot, kereskedelmi forgalma háromszor akkora, mint Magyarország és Kazasztáni. Tehát Maximum kevesebbet beszélnek. Arról lehet vitatkozni, hogy nem kevesebbet kéne beszélni és többet tenni, de az, hogy, hogy ez az irány, ez ez miért, meg hogyan, az, az szerintem egyértelmű, az, az, az egy pragmatikus lépés, és ezen az én olvasatomban nincs mit vitatkozni, mert a világ ilyen, a világ kelet felé fordul, a világ kereskedik a keleti országokkal, Hadd had ne mondjak mást, az Egyesült Államok a jelenlegi feszült helyzetben is beszélő viszonyban van, együttműködik nagyon sok kérdésben Kínával. Tehát akkor más miért nem teheti meg? Hozom a következő hírünket, mert több orosz-ukrán háborúval kapcsolatos hírt szeretnék megbeszélni önnel. A következő az Ukrán Nemzeti Ellenállási Központ jelentése szerint orosz és fehér orosz különleges alakulatok hamis zászlós hadműveletre készülnek fehér oroszország területén. Igen, ilyet már hallottunk az elmúlt jó egy évben, hogy, hogy majd Fehér Oroszország felől is ilyen meg olyan lesz, de magát a, a forrást is érdemes megemlíteni, tehát, hogy... A Kiev Independent. Igen, okay. tehát, hogy ez a forrás, ennek mi az érdeke? Ennek a forrásnak az az érdeke, hogy, hogy minél jobban lejárassa a másik oldalt Kiev szempontjából, Ukrajna szempontjából az ellenfelet. Vagy minél inkább meg, megakadályozza ilyen furfangos módon azt, hogy, hogy Belarus és Oroszország, amelyik egyébként a két ország államszövetségben van, tehát a katonai, biztonságpolitikai, gazdasági, mindenféle együttműködés az teljesen természetes a két ország között. Tehát az, hogy, hogy, hogy Belarus ne léphessen be, tehát ilyen nyomást is gyakorolhatnak. De le, leszögezném azt, hogy Belarus nem akar közvetlenül belépni az orosz-ukrán háborúba. Ez kezdettől fogva a belarusz hivatalos álláspont. Tehát az, hogy belarusz különleges egységekkel, titkosszolgálti szervezésben, belarusz-orosz szervezésben egy hamizászlós akciót, magyarán önmerényletet hajtsanak végre csak azért, hogy beléphessenek, az ellentmond mond a hivatalos belarusz álláspontnak. Tehát belarusz nem akar be, belépni a háborúba. Azt idáig is láttuk, hogy felvonulási területet biztosít az orosz csapatoknak. Az orosz csapatok, még egyszer hangsúlyozom, itt államszövetségről van szó, teljesen legitim módon tartózkodnak Belarusban. Az már egy más kérdés, hogy hogy a háborúba onnan lépnek be de Belarus eddig elment, tovább nem szeretne, tovább nem akar menni. És úgy gondolom, hogy geostratégiai értelemben is Belarusnak más feladata van itt a orosz szempontból is, tehát hogy Oroszország biztonságának garantálásában, tehát rá kell nézni a térképre, Belarus a kelet-európai síkságon, tehát Oroszország szempontjából a nyugat felől mindig ezen a részen érte a támadás. Mindig Napóleontól kezdve a második világháborúig. Ez a legkényesebb pontja az orosz védelemnek. Tehát Belarus azért fontos Oroszország számára, mert geostratégiailag rendkívül fontos helyzetben van. És itt Belarusnak nem Ukrajnára kell figyelnie, tehát nem Ukrajna kérdésében, hogy az ukrán háborúban kell segíteni Oroszországot, annak sok értelme nincs. Annak viszont van értelme, hogy védje a saját határait, egyébként a retorikában legalábbis kicsit heves lengyelek és litvánok felől, ezen keresztül a NATO felől, és, és ne csak a saját határait, mert ezzel védi Oroszországot is. Tehát ez geostratégiai értelemben sokkal értelmesebb feladat, mint az, hogy az egyébként jó létszámban biztos segítene valamennyit Oroszországnak, ha a belarusz erők bekapcsolódnának, de egyébként ez, 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 áttörés nem hozhatna. Tehát Oroszország sokkal több katonát, technikát tud odaküldeni, ha akar, mint amennyit Belarus adott esetben tegyük fel, biztosítani tudna. Tehát nincs igazán értelme. Azt megértem, hogy hogy ezeket a, a, a riaszgatásokat időről időre be kell dobni. De Ez ezt, a, bocsánat, a hamizászlós igen. akció az azt jelentené akkor, hogy Belaruszt éri egy támadás, minthogyha Ukrajna csinálta Így volna, van, és ennek okán belépni a háborúba. Igen, egy kicsit a kassához tudnám hasonlítani, ami... Nem tudjuk, hogy mi volt, tehát mi volt, még mindig történet viták vannak, hogy annak ürügyén lépett be Magyarország a második világháborúban had, üzent adott Oroszországnak. Tehát igen, ez egy, egy kázus belli lenne az, az adott olvasat szerint, de még egyszer mondom, nincs -e ilyenre szükség, mert Belarus elköte, nyíltan hangoztatott szándéka, és ez logikus is, nem akar belépni ebbe a háborúba. Na, de sokan felvetik azt, hogy Belarus nem ó, szuverén, nem rendelkezik. Hanem belehúzza a... Oroszul, tudom. Így van, tehát, hogy... hogy nem rendelkezik a saját teljes akaratával, és hogy hat-e -hat rá így Oroszország, hogy igazából Oroszországon múlik. Ha Oroszország azt akarja, hogy belépjen, akkor be fog lépni. Egy dologban egyetértek, hogy ha Oroszország azt akarja, akkor Belarusnak nehéz lenne ellenállni. Az biztos ellenállnia. Ö... Ugyanakkor azt is le kell szögezni, hogy Alexandr Lukashenko belarusz elnökről sok mindent lehet mondani, de azt nem, hogy ne védte volna Oroszországgal szemben is hangsúlyozom a belarusz szuverenitást. Tehát az, hogy, hogy egy államszövetségben vannak, az egy dolog. De egyébként az államszövetségen belül ő jó pozíciókat próbált kialkudni belarusz számára. Gazdasági értelemben, az orosz olcsó energiaforrások nélkül a belorusz modell, ami egyébként a, a poszovjet térségben gazdasági értelemben vagy szociális értelemben ö, sokkal jobb eredményeket produkált, és még produkál most is, annak ellenére, hogy gyengül, mint a térség legtöbb országa, például Ukrajna. Tehát a, a beloruszok, hogyha a fizetéseket nézzük, most nem a szabadságjogokról van szó, szóval meg minden, akkor akkor jobban éltek, mint a, az ukránok. És ez az egyik dolog, hogy, hogy jó alkukat tárgyalt ki, alkudott ki Lukashenko. A másik meg, amit már említettem, hogy Oroszországnak sem érdeke az, hogy, hogy Belaruszt egy belarus is kitegye annak a, azoknak a kommunikációs támadásoknak, ami egyébként is van enélkül is, de akkor még nagyobb lenne, és ennek a hozadéka nem lenne akkora, hogyha Belarus belépne, mint, mint, mint az, hogy ő jelen védi a, a határait nyugat felől, és észak-nyugat felől, és egyébként meg ugyanúgy, mint idáig, az orosz csapatok belaruszon keresztül is akár északiról frontot tudnak nyitni, vagy meg tudják támadni kijevet. Tehát én nem látok olyan racionális érvet, hogy, hogy Oroszország erre kényszerítse Minsket. azt mondod, hogy államszövetségben élnek, ugye ez pontosan mit jelent, és tudunk erre más példát mondani? Így a világban, csak hogy így közelebb kerüljünk a megoldáshoz. Na most egy hirtelen, tehát az, az azt jelenti, hogy bizonyos dolgok közösek. Tehát van a katonai együttműködés, gazdasági együttműködés. Ez a két ország politikai értelemben is bizonyos köz, Még, még nincsen az integrációnak olyan foka az államszövetségnek, hogy, hogy, ez teljesen ilyen közös legyen. Például nincs még közös pénz. De, de rengeteg dologban már a harmonizáció folyik gazdasági értelemben, pénzügyi értelemben, a, a, politikai értelemben, tehát egyeztetések vannak, katonai együttműködésről van szó, de ez sem minden területen. Például az, hogy, hogy orosz repülőgépek állomáshozhassanak, vagy bázis létesíthessenek Belarusban, az egy külön tárgyalás kérdése lehet. Tehát most jelen pillanatban az úgy van, hogy, hogy oktatás, továbbképzés címen vannak ott, de, de nincsen orosz bázis. Tehát kimondottan. És ö, én azt. Ö, Tehát az osztrák-magyar monarhiánál azért ez egy lazább szövetség? Annyi. Ö, igen, igen, mert. Ö, nem, nagyjából hasonlítható. Nagyjából hasonlítható, egyelőre egy kicsit talán lazább, de a, a trend az egyértelműen afelé halad, hogy hogy egy szoros, az álo, vonják az államszövetséget, tehát az élet minden területére kiterjedjen, egészen a közös valutáig. Világos. Menjünk akkor egy kicsit a frontra, mármint nem fizikálisan, csak így elméletben a beszélgetés szintjén. Mi folyik most az orosz-ukrán fronton? tegnapi hírt olvasnék felátfogó átfogó páncélos rohamot indított, az orosz hadsereg teljesen bekerítik a vgyívkát. Beszélhetünk erről is, mi a jelentősége ennek a városnak? Nagyon érdekes, hogy öt napja, hat napja eltűnt eltűntek az ukrán hírek az médiából, de közben azért folyik a háború, azért az egyértelmű. Méghozzá olyan értelemben, hogy a, az ukrán ellentámadás az, ahogy idáig, úgy most az elmúlt egy hétben sem haladt előre, tehát az, az lényegében befulladt, tehát a, a aporizsiai fronton nincs előrehaladás, nincs áttörés, előtte itt sokan már áttörést vizionáltak, nincs erről szó. Viszont Donetsk környékén az oroszok nagyon keményen haladnak előre, tehát itt van Avgyejevka. Avgyejevka azért nagyon fontos, hogy mert a front most már lassan tíz éve közvetlenül a Donyecki repülőtér mellett húzódik, tehát egészen közel, közvetlenül Donetsk városánál, tehát ezen a szakaszon. Itt egy, egy majd évtizedes nagyon keményen kiépített ukrán védelmi rendszer van, és és mivel a front ilyen közel van magához, Donetskhez, ugye innen rendszeresen lövik a várost az ukránok. Sőt, támadás, tehát egy áttörési kísérleteket is megmegejtenek, de hát az, az nem sikerült. Az oroszoknak egyértelműen ö, érdeke az, hogy távolabb tolják a, a a frontot, és ö, Hát ennek a legfőbb akadálya az volt, hogy meg továbbra is az, hogy, hogy tényleg egy nagyon-nagyon kemény, jól kiépített védelmi rendszerről beszélünk. Ami most történik, az az, hogy tehát ha ennek a védelmi rendszernek neki mennek a, a, oroszok, akárki egy ilyen védelmi rendszernek, az rengeteg halottat követel a támadó féltől. Értelmetlen. És most az történik, ha ránézzünk a térképre, hogy, hogy Avgyejevkánál a két oldalon amúgy is egy, 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 egy egyfajta zsák alakult ki, tehát katlan féle alakult ki. Azt kell egy kicsit jobban kiegészíteni, magyarán egy klasszikus katlant, bekerítést kialakítani, és hátulról megtámadni a védelmi rendszert. És ez kevesebb áldozattal, jár, és ezzel föl tudják őrülni ezt a, ezt a, 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 védelmi rendszernek, az ukrán, orosz frontnak ezt a szakaszát, és itt egy, ha ez sikerül, akkor egy, egy, egy elég komoly lyuk tátongana az ukrán védelmi rendszeren. Orosz szempontból még egyszer mondom, nagyon fontos az, hogy távolabb tolni Donetsktől a frontvonalat. Most az zajlik, hogy a pánciós támadásokon, meg hadműveleteken kívül, hogy ezt megelőzte egy nagyon masszív légi és tüzérségi előkészítés. Tehát, és utána ment a, a, szárazföldi, vagy folyik a szárazföldi hadművelet, folyik a bekerítés, és hogyha a bekerítés befejeződik, akkor hátulról fogják fölörölni, vagy próbálják fölörölni az, az ukrán, ott lévő ukrán erőket. Itt nagyon jól föl, fölkészült, régen, tehát harc edzett a, a 2014 utáni harcokban megedzett katonákról, vagy annak egy magjáról is van szó. És még egyszer mondom, hogy ha, ha itt áttörnek az oroszok, akkor itt egy, egy nagy lyuk támad az ukrán rendszerben, és akkor tovább mehetnek Ugledár térsége felé másfelé is, de mondjuk Kramatorsznak nem érdemes most neki menni, mert ott megint csak nagyon-nagyon komoly védelmi vonalakról beszélünk, de Ugledára, ahol azért voltak már orosz kísérletek, innentől sokkal könnyebb lenne megint csak hátulról egy kicsit bekerítve azt is elfoglalni, és ez közelítene a, a, a az orosz célokhoz. Az orosz célok azért azok, hogy a Krím mellett négy orosz területet, a két Donjetski népköztársaságot, Luhansk és Donetsk, valamint Herson és Zaporizsia területet teljes egészében ellenőrzése alá vonja, mert alkotmányosan ők, ez már Oroszországhoz tartozik. Tehát ezt a célt Oroszország igyekszik, vagy szeretné elérni, mert amennyiben ez sikerül, az már egy, egy, jobb tárgyalási, vagy még jobb tárgyalási alap lenne, ahhoz, hogy esetleg, hát majd később gondoljunk, hogy valamikor lesz valami tűzszünet, vagy béketárgyalások is. És hogy miért? Ezért fontos Avgyejevka egyébként ott, és nagyon-nagyon nagy védel, nem csak védelmi vonalak vannak, hanem a városban is ilyen erődítmények, koksbányában, tehát nagyon nehéz ezt csak úgy elfoglalni. Tehát ide nagyon kemény légi csapások, tüzérségi csapások kellenek, és a hátulról kell támadni, mert, mert ott nincsen masszív védelem. És egyébként pedig, hogyha most a bekerítésnél az is zajlik, hogy a, az utánpótlási vonalakat elvágni, onnantól az ukrán védelem, hát egyértelmű, hogy mire van ítélve. De ezeknél a településeknél, városoknál egyrészt arról egy pár szót, hogy ezek mekkora települések, illetve hogy itt tartózkodnak még civilek, és ha igen, akkor milyen mennyiségben és milyen összetételben lehetnek azokban, például Kramatorxban, Avgyívkában, ahol az ukrán védelem még erős. Tartózkodnak, tehát itt a, ahol az, azokon a településeken, ahol amelyeket az ukránok tartanak a kezükben, ellenőrzésük alatt, onnan már az elmúlt Közel tíz évben az orosz ajkú vagy orosz szimpatizáns lakosság, aki tudott, elment. Hangsúlyozom, aki tudott, mert maradtak ott. Van, aki ugyanúgy, ahogy Ukrajnában, tehát Ukrajna más részein, a legszegényebbek nem tudnak elmenekülni. A középosztály vagy a leggazdagabbak, talán ők, ők tudnak elmenekülni, őket látjuk elsősorban. Budapesten vagy a nyugati, más nyugati országokban, városokban. Ugyanez vonatkozik a, a keleti országrészre is, tehát a, úgymond a, a, ahol sokkal nagyobb tömben vannak az orosz hajkúak. Tehát ezekben a, a néhány tízezres, százezres nagyságrendű városokban, hát itt a, a lakosság minimum megfeleződött, vagy nagyjából megfeleződött, és és hát etnikai összetétele is megváltozott ilyen értelemben, tehát aki tudott orosz ajkú, vagy orosz szimpatizás, vagy orosz etnikumú, az, az inkább elment Oroszország felé. De azért maradtak ott, mert ugyanezt mondom, nem mindenki tud, vagy akar elmenni, mert nem, nem akarja föladni a házát. Ilyenkor mi történik egyébként? Tehát most mondta, hogy például Avgyívkánál légi csapások történtek az elmúlt időszakban, akkor most megy egy páncélos rohamot indított az orosz hadsereg. Közben tüzérségi támadások. Közben. De akkor hol vannak ilyenkor a civilek? Mert ugye ez egy más állapot, itt nincs azért kiépítve, gondolom olyan óvóhely, vagy. De, ö, hogy, de hogy nincs. Hát itt már, itt már 2014 óta komoly harcok vannak tehát voltak, meg, meg részben vannak, tehát ez a, sajnos hozzá kell tennem, ezek a, a városok megszokták a, a háborús létet. Nem 2022. február 24-én kezdődött számukra ez az egész, hanem 2014-ben, és lényegében ez a háború a Dombaszban már 2014 óta folyik. Ott nagyjából 15 ezer ember halt meg, nagy részt orosz, etnikumú, és de itt, ha már fölmerült ez a kérdés, ugye ez a mostani kommunikációban, maradjunk ennél a szónál, itt nagyon sokszor elhangzik, hogy 15 ezer oroszt írtottak ki az ukránok. Nem itt haltak meg ukránok is, meg haltak meg oroszok is, de a, a régió etnikai összetételéből fakadóan többségében oroszok. Tehát erről van szó. Itt az a probléma, hogy, hogy a Minszki megállapodások után is, tehát Ukrajna elidegenítette a saját állampolgárait. Mert én jártam abba a térségbe többször is, a háború előtt, még a 2000-es években, ezek az emberek orosz identitású, orosz ajkú, de ukrán, hangsúlyozottan ukrán állampolgárnak tartották magukat. Ahogy fogalmaztak, olyanok vagyunk, mint a Amerikában az olaszok. Tehát egymás közt oroszul beszélünk, orosz dalokat hallgatunk, tehát magyarán a lelkünk lehet, hogy orosz, de tisztességes és elkötelezett ukrán állampolgárok vagyunk most már csak voltak, mert azzal, hogy Ukrajna a saját állampolgárait, most ilyen olyan okokból, tehát lőtte, még azután is, meg folyamatosan lövi most is, hogy, hogy ott voltak tűzszüneti megállapodások, ezzel végképp elidegenítette azt a, a, azt a, területen, azon a területen élő lakosságot. És az utóbbi másfél évben Zelenszky már azt is kimondta, hogy mehetnek haza Oroszországba, tehát ez az oroszul csemadán tehát menjél el. Fogd a cuccot és menjetek. Tehát azt is el kell mondani itt, hogy, hogy Ukrajnának, hogyha a Donbassról, vagy ezekről a területekről, keleti területekről beszélünk, akkor a területre, a föld alatt lévő dolgokra, ásványkincsekre van szükségük, és az emberekre nem. Ezt sajnos ki is mondták. Ezt ki is mondták, tehát ezekre az emberekre, mert akik ott vannak és ott maradtak, mert onnan pedig az ukránok menekültek el nagyrészt Ukrajna felé. Tehát akik ott maradtak, az a számukra úgymond fölösleges, nem támogat bennünket, és mondom, csak Zelenszkére tudok hagyatkozni, hogy elmondta, lehet arra menni, látok, nincs szükség. Hát így akármi lesz ennek a, a, az értelmetlen háborúnak a vége, így ezek az emberek nem akarnak érthető módon nem akarnak Ukrajnában élni. Hozom az utolsó hírünket, akkor lemondott Lengyelország két legfontosabb katonai vezetője, a vezérkari főnök és a hadműveleti parancsnok, a Guardian írta meg ezt a hírt. Mit szólt ehhez a lépéshez? Meglepte önt? Ugye most választások lesznek a hétvégén Lengyelországban. A választások miatt nem lepett, meg egyébként meglepett. Meglepett persze, mert az, az, ukrán hadseregnek, a, bocsánat, a lengyel hadseregnek két katonai értelemben legfontosabb vezetője, mondott le. Annyiban nem meglepő, hogy a hadműveleti parancsnok már jó egy éve elég feszült viszonyban van Blaszczák védelmi miniszterrel. Tehát Blaszczák már 2022. december 16-a után akkor volt ugye, amikor a, a, az ukrán légvédelmi rakéta mm, Lengyel területre két légvédelmi rakét, a lengyel területre hullott, és ott két ember meg is halt, és a védelmi miniszter a hadműveleti főnököt, és a, egyébként a vezérkari főnököt hibáztatta azért, mert hogy ő neki ezt nem időben szóltak, meg nem volt megfelelő a vizsgálat, akkor a, a műveleti parancsnokot le is akarta váltani, és Andrzej Duda védelmi miniszter védte meg, hogy majd ő közvetít a kérdésben, tehát benne volt ez már a levegőben. Ugyanakkor, ha meglep, azért lep meg, mert pont ilyenkor, amikor amikor a, a szomszédban Azért mégiscsak dúl a háború, tehát ilyenkor nem szokták a, a hadseregnek a két legfontosabb vezetőjét leváltani. Úgy tűnik, hogy hogy a két katona számára, és itt a katonát nagyon-nagyon kétszer-háromszor aláhúznám, az, az volt az utolsó csepp, vagy az lehetett az utolsó csepp a pohárban, hogy a kampányban már semmi sem volt drága, mindent bedobtak. Például az említett Blaszcsák védelmi miniszter a másik oldal, tehát a kormányzó jog és igazságos párt, tehát a Kaczynszki fémjelezte jog és igazságosság pártnak az a legnagyobb ellenfele lejáratására a Donald Tusk vezette polgári platform, mal az élen van egy polgári koalíció. Mert amikor 2011-ben készült a a, a egy katonai doktrína, egy határvédelmi doktrína, azt hát nem szoktak így bemutogatni kampányokban és televízióban. Annak a, az első oldalát így bemutatta Blaszczák miniszter úr, és, és hosszasan arról értekezett, hogy Donald Tusk annak idején, meg hogyha majd esetleg ő kerül hatalomra, akkor Elárulná vagy föladná Lengyelországot, mert ugye abban a doktrinában az van, hogy keleti támadás esetén a lengyel egységeknek 10-14 napig kell tartani a frontot, mert az alatt jön a NATO segítség. És hogy nagyjából a Vistula vonalánál állnának meg, és az lenne a védelmi vonal. És erre mondták, hogy az árulás, mármint a PISZ, ez árulás, és hogy, hogy hú, meg hámer ez, ez, Lengyelország föladása. És, és erre mondta Tusk, meg az ellenzék, hogy, hogy hát abban az időben ez volt a reális, mert nem lehetett volna egyébként tartani. Akkor kezdődött el még Tuskék idején, de valóban Kaczynszkék alatt az elmúlt nyolc évben erősödött föl, és nagyon-nagyon fölpörgött a, a katonai reform. Tehát a lengyel hadsereg sokszor erősebb, mint ö, akkor volt, és a következő tíz év alatt még jobban csak a létszáma meg fog duplázódni. Tehát olyan beszerzések vannak, hogy ez az Európa egyik legerősebb hadserege lesz. Na de most visszatérve, az, hogy ha még egyszer mondom, egy katona, számára, de egyébként egy politikus számára is, és nem hiszem, hogy ezért kaczynszki megdicsérték, akár a szövetségeseik, mondjuk az amerikaiak, vagy a NATO, hogy, hogy ilyen doktrínákat mutogatnak a kampányban. De egy katona számára ez én úgy gondolom, hogy elfogadhatatlan. Tehát ez lehetett az amúgy is feszült belső viszony után az utolsó csepp a pohárban, hogy erre, hogy a, a, a hadsereget hogy fogalmaztak itt a Zsesbos politában, az egyik legbefolyásosabb lengyel labban, hogy a hadsereget fölhasználták kampány célokra, és ez a két vezető nem tudta tolerálni már tovább. De mondom, ennek voltak előzményeit, nagyon feszült volt a viszony a védelmi miniszter és a két katonai vezető között. A kampányról még egy-két szót azért, mert vasárnapi választások tétje az, hogy látszik, hogy ebből is, hogy, hogy hát a Magyarországhoz hasonló, nagyon eldurvult kampány volt ez is, mint az előző, egyre durvábbak a kampányok, tehát semmi sem drága, óriás az, idé, óriás az ígérgetés, a választások igazi tétje az, hogy milyen Lengyelország lesz. Egy Európa felé forduló a szuverenitását is részben esetleg ennek érdekében föladó, tehát az európai fősodorhoz igazodó, vagy sokkal inkább a szuverenitását őrző Lengyelország, a két nagy politikai erő között ez az alapvető különbség, egyébként sok dolog van még a, a szociális kérdésekben, stb. stb. egységesek Ukrajna támogatásában egyébként, de... Az, hogy, hogy milyen Lengyelország lesz, az, az nem mindegy Európának sem. Brüsszelből egyértelműen tuszkékat támogatják, és nyomást gyakorolnak a jelenleg kormányzó piszre. Ez a választ a, a alapján mindenképpen egyértelműen a, a PISZ nyeri, tehát Kaczynszkék nyerik a választást. A nagy kérdés az, hogy, hogy tudnak-e egyedül kormányt alakítani. Ez nagy mértékben függ a mozgósítástól, attól, hogy mekkora lesz a részvételi arány, és hogy a pis tudja-e hozni. Hogyha magas lesz, mint négy évvel ezelőtt, tehát 60 százalék körüli, akkor a PISZ-nek a 43,1 os győzelme elég volt arra, hogy egyedül kormányozzon, vagy minimális segítséggel, két kis párttal. Viszont, viszont hogyha ezt az eredményt nem tudja hozni, a jelenlegi közvéleménykutatások alapján valamivel 40 százalék alatt van, mutattak rosszabb, mind a hullámzó ez, de az utolsó pillanatban nagyon fontos, mert itt népszavazás is lesz, tehát ez a mozgósítás érdekében. Tehát olyan kérdések vannak, amire csak azt lehet mond, válaszolni normális embernek, amit a PISZ föltett kérdésként. Tehát ez egy nagyon-nagyon kiélezett választás, és Ebben hát majdnem azt mondtam, hogy érthető módon, soha nem elfogadható módon, de a logikája alapján, hogy, hogy értem, hogy miért, miért ö, ö, használtak olyan eszközt is, ami azért nem bevett kampányokban, tehát hogy katonai doktrinákat mutogatnak, vagy legalábbis annak egy első oldalát a másik oldal lejáratására. Tehát nagyon érdekes idő előtt állunk Lengyelországban is, és ez azért nem mindegy, hogy, hogy ott ki lesz, a, ki fog tovább kormányozni. Ez a, a lengyel-európai viszony szempontjából, is abból szempontból sem, hogy, hogy Lengyelország mégiscsak a NATO keleti szárnyának bástyája. Magyarország szempontjából azért fontos, mert a jelenlegi magyar kormány és a, a lengyel ellenzék között nagyon feszült a viszony, a jelenleg kormányzó pisz nagyon-nagyon sok kérdésben azonos értékeket val a magyar kormány is. Hát itt a, az, a, a probléma az ukrajnához viszonyulás, tehát azért hidegültek el a magyar-lengyel kapcsolatok, egyébként az európai kérdésekben, az Európai Unión belül működnek, tehát a közös föllépés például a migráns kvóták kérdésében is működött, de egy biztos, hogy amennyiben tuszkék kerülnek hatalomra, hát tragédia akkor sem lesz, de azért romlani fog a magyar-lengyel viszony. Még tovább fog romlani valószínűleg a magyar-lengyel viszony is. Hogy mondtuk, ugye most lesznek hétvégén a választások, úgyhogy mi is figyelni fogjuk a történéseket. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött és beszélhettünk ezekről, és Tír Gábor volt a vendégünk. Köszönöm szépen a figyelmet!